Szervusztok, versenyzők! Na hát, vége van az első párbajidőszaknak. Sziasztok! Itt most egy játékot fogtok játszani, és ezután a játék után pedig egy kisebb, külön hadjáraton kell majd részt vennetek egyessével. A játék repülő, ez a címe. Nem tudom, hogy gyerekkoratokban papírrepülőt hajtogattatok-e, és mennyire vagytok ebbe otthon, Dominik? Hát, apám hajtogatott, és próbáltam mindig, de máshogy, de valahogy az enyém sose repült úgy, mint az övé. Hűha. Ma te nem szólaltál még meg? Engem megtanítottak egyszer, úgyhogy én azóta tudok ilyen elég kaki, de azért repül. Hát ez így nem túl fényes eddig a pillanatig, ugyanis ez a helyzet, hogy ebben a feladatban másfél perc alatt kell annyi papírrepülőt hajtogatni, amennyit csak tudtok, és ezek után ezekkel a papírrepülőkkel egy bizonyos távot átdobni. Minden ilyen átdobott papírrepülő ér 2 darab pixelt. Valakinek valami hozzáfűzni való? Emma? Nekem tetszik, nagyon kreatív. Köszönjük szépen a kreatív csapat nevével ismételten. Itt van velem az én kedves barátom Igor. Régen láttátok, ugye? Már... mondja. Dobre vecsi, Csorlakivik. Na, akinek hiányoztam a legjobban? Képzeld, hogy Igor az elmúlt hatarásban megtanult magyarul egy kicsit, de nem sokat. Igor lesz az, aki vigyázni fog a bőröndre és a különböző komponensekre a játék alatt, meg egyébként a mi testi épségünkre is, hiszen ez a hely azért nem feltétlenül a biztonság kellős közepe, hogy úgy fogalmazzunk. Nos, ha tudjátok, hogy mi a feladat, mindjárt összeszedjük nektek a különböző hozzávalókat, a papírokat, és elkezdjük a játékot, jó? Okay. Na hát megérkeztek ugye itt a különböző hozzávalók. Kettessel fogtok dolgozni a papírokból, nem fog elfogyni valószínűleg. Az első vonalig kell csak eldobni, ez nem egy nehéz folyamat, tulajdonképpen itt a meghajtogatás és az, hogy picit is repüljön, ez volt a lényeg, oké? Akkor sok sikert kívánok nektek, kicsit szellemüljetek át, én kijövök és nézem, hogy mi az, ami helyes és szabályos. És mint ugye mindig eddig továbbra is időre megy a játék, másfél percetek lesz. Már legugolhatok nyugodtan, akár fel is vettétek az első papírt, de még nem hagyhatjátok meg. 3, 2, 1, start! Na hát, úgy láttam, hogy ugye Dominik az, aki elsőre már talán legjobban áll az első repülőnek a hajtogatásával, ő már a második felüket hajtogatja be a papírból. Emma is nagyon jól áll mögötte, és az érdekes, hogy az MC is tök jól csinálja, pedig ugye eddig nem tudott papírrepülőt hajtogatni, de most már úgy látom, hogy megtanulta nagyjából, és már egész jól tudja. Zsolti az, aki elfelejtette, hogy hogyan kell repülőt hajtogatni. Hajrá, Zsolti, megmutattuk. És az nem volt meg, egy sem volt meg, ez egyik sem volt meg, gyerekek. Egy sem volt meg, eddig fél percnél járunk, de nem baj. Ez egy tanuló példa volt, teljesen igazságos volt, senkinek nem ért pontot. Tényleg én innen figyeltem, egy sem lépte át a határt, viszont már MC az, aki talán a leghamarabb jár olyan szempontból, hogy mindjárt készen van a második repülője. De rosszul mondtam, mert Dominiknak már gyakorlatilag kész is van, úgyhogy tulajdonképpen Dominik és MC fejfej mellett haladnak, igazából most már csak egy jóféle dobás kell, és akkor meg lehet az egésznek az eredménye. Akár arra is lehet amúgy figyelni, hogy mikor van szél és mikor nincs, hajrá Zsolti, hajt Zsolti! Még van összesen fél percetek, gyerünk! Jó! Emmának van 2 pixelje! És megvan Zsolti 2 pixelje! Hoppá! Ja, mit csinál? Ja, összegyűrt. Gyerekek, összegyűrte és átrepült. Gyűrjétek akkor össze és dobjátok át, ahány papír átmegy. Ott van Dominiknak 2 pont, tök mindegy, csak ami átmegy. Ott megint átrepült egy. Mi ez a logika, gyerekek? 3, 2, 1, most van vége. Dominiknak azt még elfogadtuk. Mi volt te, Zsolti? Zsolti, te olyan felfedező vagy, hogy az egész csapatot ez valami hihetetlen. Elnézést! Én nem, először... Enyém a jogdíj! Nem védettem! Előtte mondtam nekik elnézést, itt álltam és mondtam, ha nem megy, csak gyűrjétek össze és dobjátok át. Oké, akkor Emma előtt, tehát meghajolok Zsolti előttel és meghajolok gyerekek, olyat hoztatok össze, hogy ez valami hihetetlen. Ebben a pillanatban az az igazság, hogy én nagyon próbáltam, de nem tudom, hogy kinek mennyi van. Visszanézzük, jó egy visszajátszásból, és utána rögtön tovább megyünk, és mondom, hogy nektek hány pontot sikerült összeszerezni, aztán megyünk tovább.
Na, a helyzet az, hogy itt a helyszínen kitelepülve, bármennyire is elemeztük vissza a videó felvételt, nem tudtuk megállapítani, hogy pontosan kinek hány pontja van. Úgyhogy a nézők már ezt valószínűleg tudják, viszont ti még nem. Úgyhogy most úgy fogunk itt tovább játszani, de valószínűleg mindenki érezte, hogy mennyit sikerült eldobni a vonalon. Vagy majd megnézitek a műsorban. Nem, természetesen mindenki tájékoztatni fogunk majd utólag, de itt most ezt nem tudjuk. Viszont akkor most átlépünk a műsor itteni részének a második felére. Most egyesével mindenkivel el fogunk menni, illetve el fogunk mindenkit küldeni egy egyéni kis hadjáratra. Ki lesz az első? Ki a legbevállalósabb? Emma, hát srácok, ezt lekéstétek. Jó van. Emma, akkor te leszel az első. Vár téged a szavazószoba. Emma, most válasz egy embert, akitől levonunk, és válasz egy embert, akinek adunk 2 pixelt. Azért fogunk levonni 2 pontot attól a személytől, akitől, mert úgy gondolom, hogy egy elég ügyes játékos, bár fogalmam sincs, hogy hány pontja lehet, de ő az az egy, akit úgymond félek. A plusz 2 pixel pedig ahhoz fog kerülni, akiről úgy gondolom, hogy esetleg rosszabbul állhat, mint én, és akkor kicsit felturbózzuk a pixeljeit. Nem szeretnék a lányokkal kiszúrni, úgyhogy úgy hoztam meg a döntésem, hogy ők mindenképpen jól járjanak. Akinek adok 2 pontot, hát azért adom neki, mert cuki vagyok és kedves, szóval remélem örülni fog neki. És hát, hogy miért pont tőle veszem el, én se tudom. Mindenkit nagyon bírok a csapatból, de... Én nagyon szeretem ezt az illetőt, nagyon bírom, igazából az egész csapatot túlzottan is bírom, és nagyon nehéz választom valakit, mert senkinek nem szeretek keresztbe tenni, soha nem volt ez a szándékom, és neki sem szeretnék. Szeretnék azért egy kis jót is tenni, úgyhogy remélem, hogy ő fog majd így valamit kapni ezáltal. Na, kedves versenyzők, én már én se látok, nem csak a nézők. Ugyan besötétedett, de ugye mindannyian átestetek ezen a procedúrán. Most viszont egy elég gonosz rész következik, ugyanis megtudjuk, hogy kinek hogyan változtak a pontjai a húzás alapján, illetve ugye a választások alapján. Úgyhogy Igor meghozta nekünk a szavazatokat, és egyesével ki fogom nyitogatni a tubusokat, hogy kinek hogyan változtak a pontjai. Nézzük az elsőt. Dominik mínusz 2 pixel. Zsolti plusz 2 pixel. MC plusz 2 pixel. Emma plusz 2 pixel. Zsolti mínusz 2 pixel. Zsolti plusz 2 pixel. Az utolsó következik. Mit szólnál, ha mindannyian neked adták volna a mínuszt? Hát lehet, hogy sírva fakadnék, de egyben azért örülnék is, mert szerintük akkor én lennék a legjobb. Elismerés amúgy. Elismerés, csak lehet, hogy ezzel vesztek. Ugye az a probléma, hogy az utolsó néven is te vagy, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kiszavazott téged a csapat. Az utolsó szavazat, az is mínuszos. És MC, mínusz 2 pixel. Dominik örülhet, mert az azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy kik adott neked mínuszt, kik adtak neked mínuszt, és ki adott neked... Ki nem adott neked mínuszt. De hallod, még plusz sem kaptam. Tehát épp ez a poén, hogy mindenki kapott. Ezért, Emma plusz, MC plusz, Zsolti plusz,
egy-egy embernek mínusz, Dominik mínusz-mínusz. Titiát ugye mindannyian a saját pontotokat tudjátok, viszont az, hogy a többieknek mennyi van, azt se eddig nem tudtátok, se továbbra, csak az, hogy ma mennyit változott, ugye? Most ma mindannyian másodjára találkozhatok mindenkivel, így most egy kicsit talán már jobban kirajzolódott bennetek a mai játék alapján, hogy ki mennyire ügyes játékos. Ti viszont még mindig képben vagytok, és ez most továbbra is így lesz, lássuk, hogy kinek hány pontja van jelen pillanatban. A mai adás végével az első pontgyűjtő tábla be is telt, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne lenne több játék. A jelenleg a tabella alján levő MC-nek is még bőven lesz esélye akár az élre is jutni, ahogy Emma is leeshet akár az utolsó helyre. A következő adásban is minden versenyző játszani fog, azonban egyesével egymástól függetlenül gyarapíthatják a pixeleiket. Borzalmas a rossz képminőségben, és most már hangminőségben is már leverültünk mindennek. Köszönjük a mai műsorban a figyelmeteket. Páromban ismételten találkozunk, Igor is már leverült közben. Tartsatok velünk legközelebb, és nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel mindenkire. Ez a videójátékban találkozunk már napunkban. Sziasztok! Sziasztok!